A maszk használat egy olyan téma, amelyet érdemes megvitatni, és megnézni, hogy a mostani szabályozást érdemes-e hosszabb távon fenntartani. Jelentette ki Novák Katalin, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján. Skype-on kapcsoljuk Falus Ferencet. Korábbi volt tiszti főorvos. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Jó estét, hallani hallom, egyelőre még nem látjuk, reméljük, hogy a kép is megjön mindjárt. Ugye újabb lazításokra tett vagy tesz javaslatot ez az operatív törzs a kormánynak, ugye ezt Novák Katalin jelentette be. Ő azt mondta, ez egyébként egy újságírói kérdés volt, hogy a maszk használat egy olyan téma, amelyet érdemes megvitatni. Mit mond erről, ha önnel vitatnák meg, mi lenne az álláspontja a maszk használattal kapcsolatban? Hát először is ez az operatív törzs, ugye, amit hát orosz példára hívtak, csak operatív törzsnek ilyen tájékoztatókat, most már ugye akkor kettő is van nekünk, de ez az operatív törzs, ez úgy tűnik, hogy a közlönyben nem jelent meg, tehát nem nagyon tudjuk, hogy kik a tagjaik és milyen jogköreik vannak, de minden esetre, amit csinálnak, az úgy tűnik, hogy az emberi erőforrás miniszterének a jogköreit veszi el, és az egészségügynek a különböző kérdéseibe próbál beleszólni. Na most a maszkkal kapcsolatban nekem nagyon egyértelmű, és azt gondolom, hogy a nemzetközi szakmai közvéleménnyel teljesen egyező álláspontom van. Tömegben, zárt térben FFP2-es maszkot kell hordani. Tehát nem így enyhítene, akkor tulajdonképpen szigorítani, mert hogy most nem kell FFP2-es maszkot hordani, még tömegben és zárt térben sem. Magyarországon nem vezették be az FFP2-es masznak a használatát, de az indiai variáns ellen egyértelműen, hogy FFP2-es maszkot kellene hordani, és ennek az ára szerencsére most már egészen normális, úgyhogy megengedheti magának szerintem nagyon sok ember, hogy megvegye, és a kormányzatnak kellene még osztani maszkot, például az osztrák példa alapján, és hát tesztelni kellene sokkal, sokkal, sokkal többet. No, arról mindjárt beszélünk még, hogy mit lehet, vagy mit kellene csinálni. Azt is mondja Novák Katalin, a többi szabályozást is meg kell vizsgálni, hogy miben lehet esetleg júliustól még enyhíteni. Ön szerint miben lehetne júliustól még enyhíteni? Maszk használatban nem, azt értjük. Hát én szerintem ez az egész bizottságos vagy Novák Katalinnak a megszólalási lehetősége semmi másról nem szól, mint azt, hogy felejtsük el azt a 30 ezer halottat, ami hát egy nemzeti tragédia, amit itt bekövetkezett. Tehát amit most tenni kellene, az nem arról kellene tárgyalni, hogy mit lehetne még enyhíteni, hanem arról kellene beszélni, hogy lehet felkészülni a szeptemberi iskola kezdésre, és hogy lehetne minél több embert védetté tenni. Ugyan azt mondta, hogy, vagy azt mondja, hogy nem múlt el a veszély, mert hogy itt van az indiai mutáns, ez a delta variáns, Nagy-Britániában nagyon gyorsan kiszorította a brit variánst, és nem sok esély van arra, hogy ezt Magyarország megússza. A nem sok esély az azt jelenti, hogy biztos, hogy nem ússzuk meg? Szerintem nem ússzuk meg. Mivel lehetne megúszni egyébként, hogy a brit variáns az végig tarolta Európa országait? És valószínűleg sajnos ez a delta is végig fogja. Amerikában azt várják, hogy 3 héten belül, tehát az USA-ban kiszorítja a korábbi variánsokat az indiai variáns, és Angliában 2 hónap alatt vette át a meghatározó szerepet, és most már gyakorlatilag 90% fölött van az indiai variánsnak az aránya a különböző vírusok között. Tehát ez Európában nem lehet megállítani, és mi nem vagyunk egy sziget. Tehát itt nincs lehetőség arra, hogy mindenki, beleértve mondjuk a kamionsofőröket is, amikor átlépik a határt, válogatás nélkül 2 hétre karanténba küldjük. Ráadásul ezek a futballmeccsek, ahol most már tudjuk, hogy nem csak portugál, hanem francia fertőzött is volt biztosan Magyarországon, és hát a többiről még nem tudunk. Hát abszolút itt van az a pillanat, amikor az ingyenes tömeges tesztelést biztosítani kellene, különös tekintettel arra, hogy ennek az indiai vagy delta variánsnak a tünetei eltérnek az korábbiaktól. Tehát nem olyan gyakori a íz- és szagérzékelésnek az eltűnése, és sokkal inkább a betegség megjelenése egy normál influenzához hasonlít. Tehát mindenkit, aki gyanút fog, hogy ő tömegben volt, és utána hirtelen influenza-szerű tünetei jelennek meg, mint ahogy például most az Orfűn Fesztiválon, vagy a futballmeccs után, akinek ilyen tünetei vannak, annak
tesztelési lehetőséget kellene biztosítani. Akkor is, és ha be van oltva, és ilyen tüneteket tapasztal, akkor is menjen el és csináltasson tesztet? Abszolút mértékben. Az oltottság az egy statisztikai védettséget jelent, és nem azt jelenti, hogy én személyemben biztosan védett vagyok, és attól, hogy én oltott vagyok, attól nekem még gondolnom kell arra, hogy a környezetemben meg kellene védenem azokat, akik nincsenek oltva. Tehát például ugye a gyerekeket, akik között a delta variáns több és súlyosabb megbetegedést okoz, mint a korábbi variánsok. Erre mondja ön, hogy mivel súlyosabb tüneteket okoz, az lenne a legfontosabb, hogy megelőzzük a gyerekek megfertőződését. Hogyan lehet megelőzni? Szeptemberben kezdődik az iskola, csak ugye 12 év alattiakat nem oltják. Igen. Bocsánat, hogy pontosítsak. Tehát az, hogy súlyosabb tüneteket okoz, az így nem pontos. Könnyebben fertőz, tehát rövidebb idejű kapcsolat, és kevesebb virtuspartikula kell ahhoz, hogy egy ember egy másik embert meg tudjon fertőzni. Azt egyelőre nem látjuk egyértelműen, legalábbis hát az angol adatok alapján sem, hogy ténylegesen súlyosabb betegség vagy nagyobb halálozási arányal járna, mint a korábbi variánsok. Amit tenni lehet, el kellene kezdeni tömegesen és kampányszerűen oltani a 12 évtől kezdődő gyerekeket, és reménykedni kell abban, hogy hamarosan meg lesz az engedély arra, hogy a 12 év alattiakat is oltani lehessen. És hát az iskola kezdésre el kellene érni, hogy döntő többsége a gyerekeknek már be legyen oltva. Még egy dolog, azt olvastam öntől, azt mondja, hogy aki Sinopharmot kapott, annak harmadik oltást kellene kapnia automatikusan mindenkinek, vagy csak a 60 év felettieknek, vagy nem kellene ehhez egy teszt esetleg, tehát automatikusan mindenkinek adna egy harmadik oltást? Én az idősebb generációnak nem biztos, hogy ezt pont napra 60 évhez kell kötni, mert vannak nagyon fiatal, vagy fiatalos szervezetű 60 évesek, és vannak kevésbé fiatalos, csak akik mondjuk 55 évesek, de az eddig rendelkezésre álló adatok alapján azt lehet feltételezni, hogy az idősebb generációnak egy jelentős százalékában, tehát valószínűleg 20-30%-nál több esetben nem alakított ki védettséget. Na most tesztelni természetesen lehet, de sokkal komplikáltabb megszervezni egy tesztelést, a tesztnek az eredményét értékelni, és utána dönteni az oltásról, mint ahogy hát lehet tudni, hogy sokkal egyszerűbb egy újabb oltást adni, nincs kockázata annak, hogy egy újabb oltást adjunk, speciál szerintem olcsóbb is egy újabb oltást adni, mint a tesztelést végigcsinálni. De hát elsősorban az idősebb generációról van szó. Úgy tűnik, hogy a Sinopharm a fiataloknál nagyobb arányban vagy döntő többségben megfelelő védettséget biztosít. Falus Ferenc, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, viszontlátásra.